2010-ben költözött a rakamazi idősek otthona ebbe a felújított 35 szobás, 47 férőhelyes épületbe. Itt a reggeli után torna, különböző foglalkozások, majd ebéd, csendes pihenő és délutáni zenehallgatás, valamint foglalkozások várják a még aktív időseket. 13 gondozó látja el őket és 2 takarító. Utóbbiak munkáját mostantól új eszközök könnyítik meg. A gépek nélkül is pontosan, precízen végezték a munkájukat, de ezek a gépek nagyban meg fogják könnyíteni a dolgozók munkáját, főleg a takarító nőkét, mert ezek ipari teljesítményű gépek, gőz felhasználásával működnek, vagy szermentesen, és csempetisztításra, ablaktisztításra, kárpittisztításra pályáztunk és nyertünk takarítógépeket, és alig várjuk már, hogy használatba vegyük őket. A gőztisztító gépek beszerzésére a falusi civil alap biztosította a szükséges 1,4 millió forintos forrást. De az önkormányzat is rendszeresen úgy tervezi meg költségvetését, hogyha szükséges, legyen miből fejleszteni. A Rakamazváros önkormányzata a költségvetésében mindig kiemelt figyelmet fordít, és külön fejezetten biztosít forrást az idősek otthonára, illetőleg az intézmény keretében még ellátandó más szociális feladatokra is. Tehát ez nekünk az oktatás nevelés mellett a másik kiemelt területe az önkormányzatnak. Bármennyi kívánság van, azt megpróbáljuk teljesíteni, illetőleg ami tervezhető, azt tervezzük. Az idős otthonnak a kistérségi szerepvállalása is nagy, hiszen nem csak rakamaziak élnek itt, érkeznek idősek a környező településekről, Tímáról, Szabolcsról és Tiszanagyfaluról is. Jelenleg teltházzal működik az intézmény, a visszajelzések alapján jó ellátási színvonallal. A rakamazi idős otthonnak jó híre van. Egyébként is a gondozás politikában az a célunk, hogy akik ide kerülnek életkoruknál, egészségi állapotuknál, mentális állapotuknál fogva, azok a legmegfelelőbb ellátást kapják. Ennek az idős otthonnak is 2 célja lehet csak szerintem, az, hogy szakmailag megfelelő ellátás, gondozást adjanak, és emberileg is hivatásként, hivatás tudattal rendelkező szociális gondozók végezzék itt a munkát. Ehhez pedig elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés. A következő lépés az épület korszerűsítése lesz. Alapos tetős részt szeretnék lecserélni könnyű szerkezetesre. Később pedig a kertet fejlesztenék, és szeretnének demensbarát környezetet kialakítani.